A Veres Péter Kulturális Központ munkatársai július utolsó hétvégén is több programmal várják a helyieket. Most szombaton az Ifjúsági és Közösségi Házban eh, igazából eh, három rendezvényel is készülünk. Ugye eh, lesz egy energiahatékonysági játszóházunk, ez 18 órától várja az érdeklődőket, akár gyerekeket, felnőtteket is, eh, illetve eh, 19, illetve 20, inkább 20 órától a Zuboj zenekar, illetve a Besodrom zenekar fog egy-egy koncertet adni. Igazából azért fölhívnám a figyelmet, hogy a két koncertre... Védeltségigazolványjal tudunk csak sajnos beengedni, ugye a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Itt ugye karszalagos beléptetés lesz ennek megfelelően, tehát védettségigazolványjal tudunk csak fogadni vendégeket. A hatályos jogszabályok a rendezvények maximális létszámát is meghatározzák. 500 a plafon létszám, de ezt általában egyébként nem szoktuk túllépni, de reménykedjük, hogy 499-en lesznek. 2021. augusztus 12 és 14 között a megszokott helyszíneken tekinthetjük meg a Kastélykerti Esték koncertjeit, gyermek és családi programjait. Azt tudom mondani, hogy a, a rendezvényeknek a 99%-a már lekötött és fix rendezvény. Az idén a Kastélykerti Esték három napra terveztük, tehát három napon, augusztus 12, 13 és 14-én lesz megtartva. Itt is be kell tartanunk egyébként a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, tehát ennek megfelelően itt is beléptetés lesz, és védettségigazolványjal várjuk. Az esti koncertre hangsúlyozom, a, tehát 16 órától lesz igazából beléptetés, ugyanis a délelőtti gyerekprogramokra, azokra be lehet jönni védettségigazolvány nélkül is. Erre azért külön fölhívnám a figyelmet. Itt a programról annyit, hogy Csütörtökön indulunk, csütörtökön este egy igen nagy koncerttel. A Budapest bár fogja szórakoztatni közel két óra hosszán keresztül a közönséget. A második nap már gyerekprogramokkal készülünk a délelőtt folyamán. Maga egyébként, hogy a helyszínről is beszéljek, a Semsei Kastély és annak parkja lesz főként a rendezvényeknek a helyszíne itt a lenti színpadon, tehát két színpad lesz fölállítva, jelenleg is ugye a fürdő előtt álló színpadon lesznek a gyerekprogramok, illetve előtte egyik nap, tehát pénteken és szombaton is lesz egy-egy játszóház, egész nap tulajdonképpen ingyenes ugrálóvár, és itt is ugye este kezdődnek a programok, minden estére két koncertet tettünk. Azt hiszem, hogy már a Facebookról azért néhányan értesültek, néhányan láthatták a plakátot is. De a részletes programot természetesen ki fogjuk tenni és ismertetjük. Néhányat azért megemlítenék az emelet koncertet, illetve a geszti show lesz majd a második napon szombaton, illetve arra is fölhívnám a figyelmet, hogy párhuzamosan az ifjúság és közösségi háznak az udvarán szintén lesz, ahogy a tavalyi évhez hasonlóan is egyébként, két-két koncert. Ezt is egyébként már kint vannak a plakátok, illetve a Veres Péter Központnak a Facebook oldaláról bárki megnézheti. A koncerteken kívül egyéb rendezvények is lesznek a Semsei Kastélyban. A rendezvénynek a szombati napján a Semsei Kastély dísztermében kerül sor a városi kitüntetések, illetve a díszpolgári címeknek a kiosztására. Itt egyébként lesz Kalmus Felicien Cselló művésznek egy tehát az ő közülről működésével e, e, színesítjük ezt a programot, e, illetve e, még arra fölhívnám a figyelmet, hogy a e, Kastéki esték mint e, rendezvény természetesen e, itt a e, kastélykertben e, sem csak koncertek lesznek, hanem e, természetesen árusok, e, étel, ital, e, ellátás biztosított lesz. E, Ugyanez vonatkozik egyébként az ifjázas rendezvényekre is, tehát ott is lesz lehetőség ételital vásárlására. A Kastékerti Estéket követően a múzeum egy új kiállítással is készül. Már előkészítés alatt van egy következő kiállításunk. Ennek a szállítása augusztus elején meg is fog történni. Ez dr. Bőm József ideggyógyásznak a gyűjteményéből lesz itt egy közel 70 képből álló anyag, és ezt szeptember másodikán tervezzük megnyitni.